Jó reggelt kívánok mindenkinek! A szezonkezdésnek ezek a legnehezebb pillanatai, amikor föl kell kelni hajnalok hajnalán. De menni kell, mert szólít a vér. Elmegyünk horgászni. Megnézzük, hogy milyen adakozó kedvébe van a jó öreg Duna. Menjünk, gyertek velem. Észhez térek, megkávézok, és indulunk. Na, elindultunk horgászni. Itt szoktam eldönteni, hogy melyik irányba indulok, de most végül is úgy döntöttem, hogy megnézem ezt az alsó rugányt, és ott próbálkozom. Természetesen balint szeretnék fogni, azt mindenképpen a felkelte idejé. Előtte meglátom, hát ha úgy nagy képű duma, megnézzük a süllőket. Aztán napfelkelte után. Az igazság, hogy szeretnék rápróbálni a csukákra. Ennek megfelelően hoztam egy erősebb cuccot is. Na, menjünk! Gyerekek, nem hiszitek el. Az előbb volt egy hatalmas, durranós kapásom, de nem akadt meg. Most meg megfogtam egy hódot. A fel ilyet még nem evett. De szerencsére kiakadt belőle. Na, folytassuk. A candersod. A partszél. A méteres csuka. Ezt még fárasztani kell. Semmi nincsen a közelembe, áll a jó Istennek. Ki kell, hogy fárasszam, mert nagyon nagy, és nem akarom, hogy összeverje magát. Hát ez a merítő, ez határeset. Nem is csoda, hogy kiugrik belőle, hát ez neki hálósapka. Azt a mindenit, hát nem fér bele. Nem fér bele a merítőbe. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Na, gyere, haver. Visszamegyünk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Menj. Menj, gyönyörű. Menj, menj, menj. Menj, menj, menj. Jaj. Jó van. Szervusz. Észhez térsz? Ó, de jó! Hát, megszenvedtük egymást, de szerintem megmarad, túléli. Jaj, na, rendeztem a csuka után itt a terepet, a helyzetet. Nem tudom, megfordulok. Itt egy
tehát hogy hol horgászom. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Ez egy eléggé magas part. Nehéz dobni, meg úgy egyáltalán elférni. De sikerült kifárasztani ezt a gyönyörű egyméteres csukát. Úgyhogy folytassuk tovább a játékot. És most az usas fémbétet fogom dobálni. Ezzel a hát elég extrém erős cuccal. Dragon Extreme 120S bot. Egy Ryobi Safari 4500-as orsóval. Hát ezen 20-as fonot van. Mert ez tulajdonképpen egy ilyen könnyebb harcsázó pergető cuccom. Egy általam készített 64-es fluorokarbon előke. És ugye a csebus szereléken offset horgona 4 incses USA swimbait. Na, hát akkor lássuk, hogy lesz-e még eredmény. Aki kérdezte, hogy mozog ez a csali lassú vontatás mellett, nem tudom, hogy mennyi fog belőle látszódni, de megpróbálom megmutatni. Tehát ez az egészen lassú veretésnél, vagy húzásnál egészen jól veret. Látom? Ide-oda billeg. Ezt a billegő mozgást, ezt nagyon szeretik a halak. Ez extrém lassú vontatás. Közben meg is jelent a napocska a horizonton, úgyhogy a varázslatnak valószínű hamarosan vége. Levettem a nagy erős botról ezt a csalit, és a kisebbik nálam lévő cuccal fogom folytatni. Hát ez a jó bevált Dragon ProGuide X szériából, azt hiszem, hogy 421 grammos, igen, 421 grammos, 198 centis botocska, egy Dragon, Team Dragon SL1125i orsóval. Közben ezt itt betekertem. Na, úgyhogy folytassuk tovább. Közben feljött a napocska. Egy pár szót szerintem most már nyugodtan mondhatok általános dolgokról. Szóval nem volt ez olyan felesleges szerintem, hogy megcsináltam én nemrég azt a filmet, ami egy negatív komment kapcsán fogalmazódott meg bennem. Mert annak a negatív kommentnek azért be kell látnom, hogy volt némi igazságtartalma, úgyhogy a jövőben én úgy döntöttem, hogy a jövőben vissza fogok térni a szövegelős, horgászós stílushoz, és ezeket az intrós zenei, meg feliratos, meg egyéb ilyen marhaságokat, ezeket én el fogom vetni. Nem használom a jövőben, mert az a baj, tudjátok, hogy nekem se tetszik. Tehát akkor, amikor elkészítem, egy pár pillanati, mondom, ez jó, ez frankó lesz. És nem, visszanézem kétszer, háromszor, ötször, tízszer, és nem. Nem adja vissza azt, amit igazából szeretnék, és ahhoz, hogy professzionálisan meg tudjam csinálni, ahhoz meg még kevés vagyok, mint stopptáblában a szófordulat. Tehát, szóval egy szó mint száz, a jövőben, ezt majd gyorsan kell húzni, ez balinos húzásos lesz, mert itt rettenetesen akadós a parcél. Hát ilyen filmeim lesznek, amikkel kezdtem. Na most egy valamiről nem fogok lemondani, és ez pedig a vágás, szerkesztés. Tehát
amikor akciós filmeket készítek majd, tehát amikor halat fogok, hogy az nem csak arról fog szólni, hogy hopp, azt látod, hogy hajlik a bot és fárasztom a halat, hanem szépen megszerkeztem, megvágom a dolgot, és egy teljes történetet, egy egészet fogok belőle csinálni, mert úgy gondolom, hogy sokkal élvezetesebb úgy a film. A filmek hossza. Hát erre én ígéretet tenni nem tudok. Ahogy sikerül, amivel, ha tartalommal ki tudom tölteni ugye a filmet, mert ugye az is volt az egyik kritika, hogy a filmek kezdik elveszíteni a valódi tartalmukat. Tehát akkor meg fogjuk próbálni megtölteni tartalommal. Én úgy gondolom, hogy ez a mai egyméteres csuka megfelelő tartalom lesz, és hát mivel most kezdődik a szezon, remélhetően sokfajta csalival sok szép ilyen nagy halat fogok tudni bemutatni nektek. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, azt a párat is, amit kaptam, és azokat is, amik nem lettek leírva, megfogalmazva, mert bent maradtak, mert segített nekem abban, hogy megtaláljam, hogy tulajdonképpen mit is akarok én ezzel a csatornával. Úgyhogy, mivel a termékeimnek, a Csétél úrsznak egyelőre nem tervezek külön csatornát csinálni, ugye itt egy külön lejátszási listában vannak ezek a termékek, ezért ezeket szépen csendesen, mint ahogy ebben a mostani filmben is, be fogom építeni a film történetébe, és gyakorlatilag ennyi. Ennyi lesz a reklám. Hát a Facebookon úgyis, aki követ, az általában látja azokat a csalikat, amiket gyártok és megosztok. Ott van ugye az árlista, minden, tehát igazából szerintem jó lesz ez így. Na, eleget dumáltam. Még egy kicsit horgászom, bár én ilyenkor már, amikor teljesen fönt van a nap, én ilyenkor már nagyon szeretek horgászni, meg tapasztalatom szerint nagyon nincs is értelme. De azért még egy kicsit maradok. És valószínű vissza fogok jönni este. Úgyhogy most búcsúzom. Sziasztok!